Nyíregyháza ünnepi közgyűléssel emlékezett testvér és partnervárosi kapcsolatainak évfordulóira. A szlovákiai Eperjes várossal 25 éve, a kárpátaljai Beregszász várossal pedig 10 éve működik együtt Nyíregyháza. A megyeszékhely a szlovákiai településsel fontosnak tartja a közös múlt és hagyományok ápolását, valamint a két városban működő egyetem is szorosabbra fűzte közös tudományos és oktatási munkáját. Beregszász polgármestere megköszönte a nyírségvíz segítségét a nyíregyházi cég a kárpátaljai város ivóvíz és csatornarendszerének korszerűsítését támogatta szakmai tapasztalataival. A közös munka révén Beregszász ivóvíz és csatornahálózatának kiépítettsége 60%-osra emelkedett, a rendszer korszerűsödött. A testvérvárosok a jövőben a partnerséget tovább fejleszthetik kulturális és gazdasági téren is, ehhez anyagi lehetőségeket is biztosítanak majd a közös uniós programok. Nyíregyháza három határ közelségé van, de a negyediket is mondhatom, hiszen a lengyel városokkal való kapcsolataink is óriásit fejlődtek. Ezt azt gondolom minden nyíregyházi láthatja, másból nem, a sóstói külföldi autók rendszámaiból. Ez a turizmusban jelenik meg a legszembetűnőbben, de természetesen emögött kulturális sport, iskolai kapcsolat és aminek én külön örülök, az utóbbi években már gazdasági kapcsolatok is erősödtek. Ukrajna júniusi vízummentessége könnyítheti az uniós országokba való beutazást, ám a határon még lassúbb lehet az átjutás, mondta el kérdésünkre Beregszász polgármestere. Hozzátette, a magyar kormány 2016-ban jelentős összeggel támogatta a kárpátaljai vállalkozásokat, ami a határon túlélő magyar közösség a családok megélhetését és boldogulását segítette. Teljesen átlátható és pontos, precíz management vezeti ezt a projektet, és én nagyon örülök annak, hogy 2016-ban nagyon sok visszanemtérítendő támogatást tudtak igényelni azok a kárpátai vállalkozók, akik már rendelkeztek vállalkozási történelemmel, tapasztalattal, meg tudtak erősödni. Ez a projekt 2017-ben folytatódik, és még nagyobb méretarányban. 2017-ben a magyar kormány 20 milliárd forinttal toldja meg a támogatási keretet, amit a kárpátaljai vállalkozások használhatnak fel, a két ország és így a határmenti térségek gazdasága közösen fejlődhet. A testvérvárosi delegációk megkoszorúzták a városalapítók szobrát, idén Nyíregyháza újratelepítésének 264. évfordulóját ünnepli a megyeszékhely.